Szerintem nem léteznek kedvenc dolgok. Mindig idegen volt számomra a gondolat, hogy valami a maga kategóriájában, számomra vagy egyébként, olyan szinten kiemelkedő lehessen, hogy minden más felülír. Mi a kedvenc ételem? Mikor kérdezel? Reggeli közben vagy vacsora után? Délután, amikor valami édességre vágyom? Esetleg egy kimerítő utazást követően, amikor jól esne egy kis hazai? Vagy miután már három napja nem ettem semmit? Más és más lesz a válaszom, tehát nincsen válaszom. Kedveltek léteznek, de kedvencek nem, mindegyik a maga erősségével és gyengeségével. Egy prágai táborozás során találtam rá a kedvenc könyvemre, még gimnazistaként. A délutáni sétahajókázás után szabadon resztettek minket a városban pár órára. A villanyfénybe aranyoztam Boldvát, gyönyörű volt az este, mindenki rohant inni. Sajnos az a lány is, akit a haverommal el szeretnénk volna csalni egy város néző túrára, így hát ketten kaptuk nyakunkba a várost, hát ha sikerül valami szebbet is meglátnunk a cseh fővárosból, mint a legközelebbi pohárfeneke. Szűk utca a száztornyú város meg annyi szépsége, futás a turista csalogatókkal súlyos káró hídon keresztül. Már csak apró foltokra emlékszem abból a napból. Kivéve perc a könyvesboltra. A világ legjobb könyvesboltjára, benne a világ legjobb könyveivel. Azóta is örök terv, hogy visszajussak a prágai Shakespeare and amit nincs rá jobb megfogalmazás, az alkalmazottak könyvek iránti kézzel fogható szeretetet tett olyan különlegesé számomra. Hívogató tábla az ajtó előtt, odabent kézzel készített More Books hír csalogatnak teremről teremre. Elvarázsolt a hangulat. Nem volt nálam elég pénz, úgyhogy utitáson teljes vagyonát kölcsönkértem arra az estére, hogy megvásárolhassam kilíma egyik könyvét angolul. Magyar fordításban talán szerelem és szemét lehetne a címe, és egy ihletet kereső, párkapcsolati problémákkal küzdő író Prága is írja le. Könnyű volt belemerülni a tábor vezető éjszakai buszúton. A hazaindulás előtti nap délelőttjén megint eleresztettek minket Prágában. Mint kiderült, nem csak mi fedeztük fel magunknak aznap este a könyvesboltot, úgyhogy egy kisebb irodalmi kommandót alkotva megpróbáltunk visszatalálni oda. A tegnapi szerzeményen papírkönyvjelzőjén rajta volt a cím, és többé-kevésbé emlékeztem, merre mentünk a Károly hídon való átkelés után. Kellett hozzá pár balkanyar meg varga betű, de megtaláltuk. Onnantól kezdve pedig, mintha csak tömény morfímot eresztettek volna belém, csodás értésekbe burkolózva nyálasztam végig az egész épületet a tetejétől az aljáig. Első látogatásomkor ugyanis nem vettem észre, hogy volt egy hatalmas pincehelyiség is, benne még több könyvvel. Végül négy másikkal távoztam nagyjából negyed órával azután, amikor el kellett volna indulnunk, mert a többiek szinte a szószoros értelmében elkezdtek kirángatni a könyvesboltból. Aranykézzel nyúltam a polcokra, az ötből négy meghatározó és maradandó olvasmány lett. Köztük a kedvenc könyvem. Búcsúzzunk hát el Prága utcáitól, és repüljünk egészen New York meg annyi nyüzsgő sikátoráig. Annak, aki látta, elakadt a szava. A Church street a liberty a Courtland-en. a West street a fulton a vízén. Csönd lett, szörnyű és szépséges, és ez vált hallhatóvá. Egyesek először azt hitték, hogy biztos csak a fényjátéka, valami időjárási jelenség, véletlen árny került oda. Mások arra gondoltak, hogy ez lehet a tökéletes városi vicc. Átcsorogni és fölfelé mutogatni, amíg össze nem csődültek az emberek tekergették a fejüket, pólogattak és helyeseltek, még végül már mindenki az odafent lévő semmit bámulta, mintha egy Lenny Bruce gag végére várnának. De minél tovább nézték, annál biztosabbak lettek benne. A férfi az épület legszélén állt, alakja kirajzolódott a szürke reggelben. Talán ablakmosó. Vagy építkezési munkás. Vagy ugró. Ott fent, 110 emelet magasban, tökéletesen mozdulatlanul, sötét játékszer a felhőség volt előtt. Csak bizonyos szögből látszott, úgyhogy aki nézte, annak utcasarkokon kellett megtorpanni, rést találni az épületek között, vagy kikevergőzni az árnyékok közül, hogy szabad rálátást találjon, amelyet nem akadályoznak szegélypárkányzatok, vízköpők, melvédek, tetőperemek. Még egyikük sem látta tisztán, mire szolgál a kötél, amely a férfi lábától indulva kötötte össze a két tornyot. Inkább az ember alak látványa tartott őket ott, miatt nyújtogatták anyagukat, a balsós ígérete és a szokványos csalódás között hányozva. Ez volt a nézők dilemmája. Nem akartak várni a semmire, hogy valami idióta ott áll a tornyok közti meredénél, de nem is akartak lemaradni a pillanatról, ha megcsúszik, vagy letartóztatják, vagy ha kinyújtott karral leugrik. A nézők körül a város ugyanúgy zajongott tovább, mint minden nap. Kocsik dudáltak, kompfütyült, a metró zakatolt. Az M22-es busz a kanyarodott, fékezett, lezöttyent egy kátyuba. Szálló csokoládé papír között egy tűzcsapnak. csapnak. Taxi ajtók csapódtak. Kis szemét küzdöttek a sikátorok legsötét szegleteiben. Tornacipők találták meg a legalkalmasabb talpalatnyi helyet. Bőrakta táskák súrlódtak nadrág szárakhoz. Pár esernyőhegy koccant a járdához. Forgóajtók löktek beszélgetés hoztányokat az utcára de a bámészkodók az összes hangot egyetlen zajba sűríthették volna össze, és még mindig nem hallottak volna valami sokat. Még mikor káromkodtak, azt is csendben, hódolattal tették. Azon kapták magukat, hogy kis csoportokba verültek a csörcs és a déli sarkán közlekedési lámpák mellett. Összegyűltek Sam Borbé bizotének alatt, a Charlie's Audio kapujában. Feszes kis színházként férfiak és nők a Saint Paul kerítése mellett. Nyomakodtak, hogy helyet kapjanak a Woolworth Buildingben az ablakoknál. Ügyvédek. liftes fiúk takarítók, konyhások, jémát kereskedők, halárusok, szomorú lepattalt farmeres kurvák. Mindenkit megerősített a többiek jelenléte. Gyorsírok, kereskedők, kifutó fiúk, szendvics emberek, megélhetési kártyások, a gáz és villamos művek emberei, telefonprogramatartók, a Wall Street, egy lakatos a furgonjában a Day a Broadway sarkán. A Veszten egy lámpaosztóknak támaszkodva pihenő biciklis fut Vörös képű alkesz, aki akkor a reggeli célzó vízre hajt. A Staten Islandről is megpillantották. A Westside húsok táraiból is. Aztán a battery Park új felhőkarcolóiból. A Broadway hosszában álló kézikocsiktól a reggeli tárulnak. Lentről a térről. Magukból a tornyokból. Egyeseket persze hidegen hagyott a felhajtás, nem voltak hajlandóak izgatni magukat. Reggel 747 volt, és túlzottan pörögtek, sem hogy az íróasztalon, a tollon, a telefonon kívül bármi is őket. Feljöttek a metró kiszálltak a limuzinokból vagy a városi buszból, és azonnyomban átvágtak az utcán, nem voltak hajlandók bámészkodni. Új nap, új fájdalom. De hogy elhaladtak a kis csoportosulások mellett a tolongásban, kezdtek lelassítani. Néhányan meg is álltak, vállat mondtak, kényelmesen odafordultak, a sarokra mentek, Neki más bámészkodóknak, lábújhegyre emelkedtek, kivámultak a tömeg fölött, aztán egy hűvel, vagy egy basszussal, vagy Jézus Atya Úristen ne adtak hírt magukról. Odafönt a férfi is telenül állt, rejtélye mégis tovább terjedt. A déli torony kilátó korlátján túlállt, mintha bármelyik pillanatban neki rugaszkodhatna. Meglepően nehéz összefoglalni, miről is szól a Hatforogjon a nagyvilág. Ha a könnyű megoldást választom és az elején kezdem, akkor egyből azzal az igazságpalánnyal találkozunk, amelyre később az egész mű épül. 1974. augusztusában egy Philip Pötti nevű kötéltáncos háromnegyed órán keresztül egyensúlyozott a világkereskedelmi központ két ikertornya között. A 70-es évek elején a Nossudan tornyai, majd a Sydney Harbor Hit két pilonyja között hajtott végre hasonló mutatványt. Mint azok esetében, itt is már épp elég varázslatosnak bizonyult az, ahogy egyáltalán megteremtették a lehetőséget a végrehajtására. Mondanom sem kell, teljesen illegális volt az egész. Feladatom könnyebbik része ezen a ponton véget is ér. A könyv 11 különböző narrátor tucatnyi történetét fonja össze abból a különleges augusztusból, ahogy mindegyikük életébe valamilyen módon belefolyik a kötél táncos volt mutatványa, és a többiek is. Nehéz a dolgom, mert egy ilyen leírás alapján kettőt ásítva löknél a magamtól a könyvet, holott hál' Istennek egyáltalán nem a megszokott posztmodern köldökszöszevés történik alapjain. Élettől duzzadó, érdekes és egyedi karakterek ténylegesen izgalmas és egymásétól radikálisan eltérő sorsai elemenednek meg alapokon, legyen szó az elhunyt fiát gyászoló felső tízezer véli anyáról, vagy az Írországból emigrált papról és az utánutazó testvéréről, esetleg a napernyővel pózoló prostituáltról, akinek a lánya is testével próbálja megkeresni kenyerét. Nem fogok végigmenni az összes figurán, mert elrontanám bele a játékot, de legyen elég annyi, hogy mind a mai napig maradandó élmény számomra, hogy az egyik kis történet narrátor a pár száz oldalak később előkerül. Gyakran olyan helyzetben, ahol mi ugyan pontosan értjük, mire megy ki a játék, de új főszereplünk teljességgel félérti a szituációt. Végül aztán egy tucat ember életéből, fájdalmából, küzdelméből, szenvedéséből és sorszerű találkozásából jön létre valami kis csoda a kötéltáncos árnyék alatt. Milyen furcsa belegondolni, hogy a drót túlsó végén ott van egy másik ember. Mintha betörnének az otthonába, és a betűrő felpróbálná a papucsát. Még rosszabb. Valaki belebújik a bőrömbe, mama elhódítja az emlékeimet. Belemászik a testébe, fel a gerincén, be a fejébe, a koponyája mélyére, végigjárja a szinapszisait, behatol az acsejtjeibe. A nő el tudta képzelni, hogy Josh előrehajol, szájamája már a képernyőhöz ér, ajkaink kisülések. Ki vagy? Te? Új hegy alatt érezte a behatolókat. Hüvelykújjaknak voltak Josh Kerincén, mutatójak a nyakán. A fiú tudta, hogy a behatolók amerikaiak, de vietnáminak látta őket, muszáj volt, barna ferde szemet képzelt nekik. Ő és a gépe állt a másik géppel. Rendben, oké, hát jól csináltad, elkaptál, de most összezúzlak. És a egyből harcba kezdett. A nő pedig a hűtőhöz ment, és a fia leveleit olvasta, és néha kinyitotta a mélyhűtőt, hogy Josh le tudja hűlni. Minden rendben édes, visszakapod. És vissza is kapta a fiú. Joshua mindig visszakapta. Furcsa időpontokban hívta fel az anyát lelkesen, amikor megnyert egy admin háború. Hosszú szekvenciákra pontott visszhangos hívások. Azt mondta egy centjébe sem kerül. Az osztagnak sok vonalos kapacitású kapcsoló táblája volt. Cos azt mondta, csak rááll valamelyik vonalra, és a móka kedvéért a hadsereg toborzó vonalát használja. Csak egy rendszer mondta. Arra való, hogy kihasználják. Ja, és igen, ott van a vietnámi háború is. A másik kihívás ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy a fentiek ellenére egy elképesztően életigenlő, a legnagyobb nehézségek és szenvedés közepette és szépséget találó attitűdöt harsognak a könyv szereplői, ezt pedig nehéz csak úgy bemondásra elhinni a lelkes ajánlónak. Sajnálatos módon ráadásul a magyar nyelvi fordításba, bár teljesen kompetens munka, valahogy beszívárgott a tipikus kelet-európai szomorúság, kimoshatatlan folytat előtt a a hazai olvasók számára. Elég csak a birtokonban lévő két kiadás címlapjait összehasonlítani. It was the dilemma of the watchers. They didn't want to wait around for nothing at all, some idiot standing on the precipice of the towers. But they didn't want to miss the moment either. If he slipped, or got arrested, or dove, arm stretched. Around the watchers, the city still made its everyday noises. Car horns, garbage trucks, ferry whistles, the thrum of the subway. The M-22 bus pulled in against the sidewalk, braked, side down into a pothole. A flying chocolate wrapper touched against a fire hydrant. Taxi doors slammed. Bits of trash sparred in the darkest reaches of the alleyways. Sneakers found their sweet spots. The leather of briefcases rubbed against trouser legs. A few umbrella tips clinked against the pavement. Revolving doors pushed quarters of conversation out into the street. But the watchers could have taken all the sounds and smashed them down into a single noise, and still they wouldn't have heard much at all. Even when they cursed, it was done quietly, reverently. Annyi örömet mégis okozott számomra a magvető kiadó munkája, hogy pontosan ugyanúgy fordították a címet, ahogyan én magam is tettem volna. Merem állítani, hogy a hat forogjon a nagyvilág nem hipster könyv, hiszen 2009-ben elnyerte a nemzeti könyvdíjat, mellé pedig 1 millió dollárt. A szerzőnek azóta megjelent egy újabb műve, de azóta sem volt szívem elolvasni semmi más tőle. Hiszen mi van, ha rosszabb, mint a kedvencem? A világ legjobb könyvesboltjába viszont előbb-utóbb biztosan vissza fogok menni.